Tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit ezen a városunk igen fontos, hanem az egyik legfontosabb eseményén, melyet tulajdonképpen 1996 óta ünnepelhetünk. Hosszú-hosszú éves hagyománya van, de most a hagyományokat úgy nem tudjuk követni, ahogyan azt szeretnénk. A jelenlegi veszélyhelyzet nem teszi lehetővé, hogy oly módon adhassuk át idén a városi kitüntetéseket, ahogyan azt szeretnénk. Viszont már most a legelején azért szeretném megosztani önökkel, hogy a következő esztendőben mindenképpen sort kerítünk még egy olyan méltó megünneplésre, amely megilleti azokat a városi kitüntetetteket, akik most itt vannak és jelen vannak. A városnapját ünnepeljük december 6-án, ebben az esztendőben immár 7. alkalommal így is megünnepeljük, de tehetnénk úgy, ahogyan azt elképzeltük még egy évvel ezelőtt. És ez az az alkalom, amikor megköszönjük Törökszent Miklós városáért a város szolgálatában kiemelkedően teljesítő személyek, közösségek munkáját. És ahogyan mondtam, ezen elismerő díjak többségét 1996 óta adományozza Törökszent Miklós, de szerencsére évről évre fel tud mutatni városunk olyan értékes embereket, akik méltók ezekre a városi kitüntetésekre. És mielőtt átadnánk a díjakat és a kitüntetéseket, előtte szeretném megkérni Törökszent Miklós város polgármesterét, Markóth Imrét, hogy ő is köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves jelenlévők és a tévékameráján keresztül tisztelt Törökszent Miklósiak, tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai jeles alkalom alkalmából. Én azt gondolom, hogy minden egyes közösség életében a jeles napok azok elengedhetetlenek, hiszen egy-egy ilyen alkalom az, ami lehetőséget nyújt egy közösség számára, hogy körülnézzen saját házatáján, és számba vegye azokat az értékeket, amik a településén vagy a kis közösségében jelen vannak. Egy tágabb közösség, egy település élete az sokkal szertágazóbb, mint mondjuk egy családé vagy egy nagy családé, de mi is tartunk jeles napokat, és ahogy már a bevezetőben elhangzott, a városnapja december 6-a, amit 2014 óta külön is ünnepelt Törökszent Miklós, és 2015 óta a városi kitüntetéseket ezen a napon szokás átadni, és ezen a napon szoktuk átadni. Szent Miklós, a Törökszent Miklós védőszentje, azt gondolom, hogy most is egy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen elmondhatom, és ezúton be is jelenthetem, hogy a Törökszent Miklósi Római Katolikus Egyházközség kezdeményezte, hogy jelenleg Törökszent Miklóson a város védőszentjéről nincs elnevezve közterület, de 1896-ban, akkor, amikor Törökszent Miklóson történelmi személyekről neveztek el közterületeket, akkor a Szentháromság Római Katolikus templom előtti tér, illetve akkor még Szent Miklós templom volt, az előtte levő teret a Szent Miklósról nevezték el, és nemrég kezdeményezte az egyházközség, hogy ezt a hagyományosan történelmileg is városi nevet kapja vissza a közterület. Jelenleg folyamatban van, így az emlékév folyamán, ha minden szerencsésen alakul, akkor az Ipolyi Arnoldról elnevezett tér ismét vissza fogja kapni a Szent Miklós nevet. De térjünk vissza arra az alkalomra, amiért most itt vagyunk. Minden közösség túl azon, hogy a jeles napjait megünnepli, számba veszi mindig azokat az értékes embereket is, akik közöttük élnek. A városi kitüntető díjak éppen arra szolgálnak, hogy mindazokat, akik a városért valamilyen formában tettek, akár az élet bármelyik területén is, őket az önkormányzat méltatni tudja, és ezekkel a díjakkal, amiket ma átadunk, az ő általuk végzett munkát értékeljük, az ő személyüket is értékeljük.
De azt gondolom, hogy egy ilyen díj azért is értékes, mert az önkormányzat nem úgy adományozza, hogy egy képviselőtestület összeül és számba veszi, hogy kiknek lehet adományozni, hanem a Törökszent Miklóson a helyben élő emberek kapják azt a lehetőséget, hogy jelöljenek minden évben az arra érdemes emberek közül kitüntetése. Így történt idén is, és a kitüntetése jelöltek közül Törökszent Miklós Városi Önkormányzat eldöntötte, hogy kik azok, akik idén valamilyen városi kitüntetésben részesülhetnek. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen kitüntetés számunkra itt élő Törökszent Miklósiak számára is fontos, hiszen azt az életutat, meg azt a pályát, azokat az értékeket, amiket önök képviselnek, amiket önök az asztalra tettek, azt a tágabb közösség számára is értékelhetővé, bemutathatóvá teszi. Törökszent Miklóson 1720-ban indult újra az élet azzal, hogy az akkori Almási János, második Almási János újra telepítette a várost. Ez idén 300 esztendeje történt. Itt a mögöttem látható emlékév logó is azt jelképezi, hogy ezt az évet mi kitüntetett módon szerettük volna, és szeretnénk is megélni. De sajnos a koronavírus járvány közbeszólt, ahogy az esztendőt elkezdtük, akkor még nagyon sok mindent másként láttunk, mint ahogy most így az esztendő végeztével már értékelni tudjuk. De én azt gondolom, hogy ez a járványhelyzet semmiképpen sem kisebbíti azoknak a mai, ma átadandó kitüntető díjaknak az értékét, hogy hiszen nem tudjuk olyan ünnepélyes keretek között átadni, ahogy szerettük volna, de ahogy már elhangzott, jövőre fogunk keresni egy olyan időpontot, ahol a város teljes közönsége előtt szintén önöket ünnepelni tudjuk, de hiszen a televízió most is jelen van, és azt gondolom, hogy mindenki majd nyomon tudja követni a mai díjátadó ünnepséget. Én innen szeretnék önöknek szívből gratulálni azokhoz az elért eredményekhez, ahhoz a munkához és ahhoz a díjhoz, amit hamarosan át fogunk adni önöknek. És kívánok mindannyiuk számára további jó munkát, további értékes esztendőket itt Törökszent Miklós város közösségében, és nagyon jó egészséget mindemellé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr! Az értékek gyarapítása emberi munka, és ezek az értékek, ezek a munkák vihetnek előre egy várost is, hiszen a várost a benne élők formálják. A jelenlévők szinte egész életpályájukat töltötték a város szolgálatában, az élet különböző területein. Ők azt mondják valószínűleg, hogy tették és teszik a dolgukat. De ma módunkban áll ezt a munkát megköszönni nekik, így mutatva ki hálánkat, megbecsülésünket és elismerésünket. Ahogy a polgármester úr mondta, minden évben arra kérjük a Törökszent Miklósiakat, hogy tegyenek javaslatot azon személyekre, közösségekre, akik munkájuk, elkötelezettségük révén kiérdemlik a város elismerését. Évente egy díszpolgári cím, egy Proúrbe Törökszent Miklósért díj, és öt kategóriában területenként egy-egy Törökszent Miklósért emlékérem díj adható. Díszpolgári címet 1996 óta még csak néhányan érdemeltek ki. Sütő Zoltán kántortanító, Lázár Barnabás iskolaigazgató, Bischoff László pedagógus. Ők azok, akik sajnos már nem lehetnek velünk. Törökszent Miklós posztumusz tiszteletbeli díszpolgárai, Lábasi János ekegyáros, Kunce Imre főjegyző, dr. Medgyesi György csecsemői és gyermekgyógyász szakorvos, református presbiter, Gál András magyar népművelő szakos tanár, örökös aranysarkantyús táncos, koreográfus. És akiknek örülünk, hogy még itt vannak velünk, Szegő János egykori polgármester, dr. Pataki Csaba ügyvéd, Szabó József lelkész, professzor dr. Boros László kutatóorvos egyetemi tanár, és Balog Pál nyugalmazott agrármérnök. És most 2020-ban ismét átnyújtunk egy olyan embernek,
aki ezer szállal kötődik a városhoz, az itt lakókhoz és igazi lokálpatriótának mondható egy tiszteletbeli díszpolgári címet. Személyében egy önzetlen, emberségéről széles körben elismert közösségi ember, lokálpatrióta kaphat most elismerést, aki a városban hosszú évtizedeken keresztül végzett és végez most is közösségépítő, alkotó munkát. Szeretném megkérni Balla Imre gépész szaküzembérnököt, vállalkozót, a Sigma Bia Célszerkezetgyártó Kft. Alapító tulajdonosát, hogy jöjjön ki ide. Mellém, valamint Markut Imre polgármester urat, Polgár András alpolgármester urat, jegyző urat és a jegyzőasszonyt, akik majd a díjakat fogják átadni, hogy így együtt hallgathassuk meg méltó módon mindazt, ami miatt Balla Imre tőzsgyökeres török Szent Miklósi megérdemelheti és ki is érdemelte a díszpolgári címet. Itt született, itt él, itt dolgozik. Három unoka és egy cég mellett nem nehéz elfoglaltságot találni, mondta ezt nekem egyszer Balla úr, amikor beszélgettünk. Ennek ellenére része kíván lenni a város kulturális életének is. Marós szakmunkásként kezdett dolgozni, majd tovább tanult a Bercsényi Miklós gimnáziumban, főiskolai diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem főiskolai karán szerezte. Ezt követően a Szolnoki Mezőgép Vállalat Törökszent Miklósi gyárában lett üzemfenntartási osztályvezető és szaküzembérnöki diplomát is szerzett közben. Pályája igazi szakmai elhivatottságáról tanúskodik. Több fejlesztési kivitelezést irányított, köztük az öntödei rekonstrukcióját is. 1993 óta pedig egyéni vállalkozó. Alapító tulajdonosa a Sigma Bia Acélszerkezetgyártó Kft.-nek. Vállalkozása sikerét igazolja, hogy a cég több nagy vállalat beszállítója. Akár úgy említhetjük a Class Hungaria Kft.-t, de termékeket szállít külföldi cégek számára. Anglia, Franciaország, Dél-Afrika, az Amerikai Egyesült Államok. Cége három fővel indult. Jelenleg már 25 főt foglalkoztat. Az idők folyamán több kisebb vállalkozás érdekképviseletét vállalta, segítette. 1994-től tagja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei iparkamarának, majd 2004-től elnökségi tagja. Feladatának tekinti ebben a pozíciójában a kisebb vállalkozások gazdasági előrehaladásának segítését, a szakoktatásban a szakmai gyakorlati és elméleti képzések szervezését, melybe természetesen saját cége is részt vesz, évente átlagosan 7 tanuló végez az ő szakmai irányítása mellett. Tervei közt az innováció és a stabil gazdasági tevékenység biztosítása szerepel, de új vállalkozások alapításánál is szívesen nyújt segítséget. Balla Imre szülővárosához történő ragaszkodása töretlen. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város életét, nyomon követi a város épített emlékeinek, örökségeinek állapotát, valamint a kulturális események, civil egyesületi élet aktuális tevékenységét. Szinte minden egyes városi rendezvényen ott van. A Balla Imrét ajánló civil szervezetek, alapítványok kiemelik Balla Imre úrral kapcsolatban, hogy a városban évek óta önkéntesen lát el segítő és támogató tevékenységeket, ami a város fejlesztését, szebbé tételét szolgálja. Ezen kívül a civil szervezetek rendezvényeit, munkáját is támogatja, legyen szó kulturális események fellépőiről, vagy éppen az állatvédelemről. Különösen nagy elismerést váltott ki Török Szent Miklós közösségében a Szent Háromság Római Katolikus Főtemplom órájának felújítása, melynek költségeit teljes egészében vállalkozása viselte, és az óralapokat is ők készítették. De ne feledkezzünk meg a többi közt a közterületeken lévő utcai kandelláberekről, vagy éppen az oktatási intézmények igényei alapján elkészített kerékpártárolókról. 5 éve elnöke a Probiblioteka Alapítványnak. Az alapítványon belüli tevékenysége túlmutat az alapítványi teendőkön. Elkötelezetten keresi a kapcsolatot Török Szent Miklós város testvér településeivel. Az alapítvány történelmi emlékútjainak szervezésekor a városhoz köthető évfordulókat, nevezetességeket részesítik előnyben. Rendkívül fontos számára a helyi irodalom, helytörténet, különösen az ipartörténet értékeinek felkutatása, támogatása,
de a szép irodalom a művészetek támogatása is. A helyi és elszármazott művészek patronálása, fellépésük szervezése, amolyan igazi mecénásként. Mindezen tevékenységek mindenki számára példaértékűek lehetnek. 2014-ben Török Szent Miklósért emlékérem kitüntetésben részesült a gazdasági élet fejlesztése területén végzett munkája elismeréseként. Ezen tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is díjazta, amikor elnöki aranyérem kitüntetést kapott. A város fejlődését mindig szem előtt tartó és támogató vállalkozó díszpolgári cím kitüntetésének jelölését 253 magánszemély aláírását összegyűjtve képviseletükben Persa János kezdeményezte, melyet ajánlásával támogatott a ProBiblioteka Alapítvány, a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Befogadlak Állatvédő Alapítvány és a Római Katolikus Plébánia. Török Szent Miklós városa pedig most díszpolgárává fogadja Balla Imrét. Gratulálunk a kitüntetéshez, és szeretném megkérni polgármester urat, alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, a jegyzőasszonyt is jegyzőt, hogy adják át a díjakat. Györfi Sándor készítette magát a plakettet, amelyet most átad polgármester úr. Köszönöm szépen. A keze ugyan tele van Balla úrnak, de szerintem néhány mondatot. A világot uradom a feleségemnek. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel és tisztelettel köszönöm a város vezetésének, azoknak az embereknek, akik az aláírás gyűjtötték és kezéjük el ellátták. Hát mikor megkaptam az információt, hogy ez a döntés született, egy kicsikét a lábam megremegett. Mert olyan díszpolgárok után lépni mikrofon elé, vagy önök elé, vagy venni át ezt a díjat, amit eledeink, hogy így mondjam, Szabó lelkész úrtól kezdve, most sorolhatnám végig, amit az előbb hallgattunk, de hallatlan megtisztelő, hogy abba a körbe kerülhetek bele, és hallatlan megtisztelő az is, hogy ebbe a társaságba én is beléphetek. Azt ilyenkor szokták mondani, hogy mindent megteszünk azért, hogy a város haladjon, szebbé váljon, jobbá váljon, művelt emberek kerüljenek össze. De én ezt nem mondom, mert azt nem lehet abba hagyni, amit az ember elkezdett. Úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés a kornak is szól, hogy így mondjam, annak a eddig eltelt időt, és azt és abban reménykedem, hogy ehhez továbbra is jó egészségünkben segíthetem a várost. Úgy tisztelettel kérem önöket, hogyha tudok valamivel segíteni, akkor azt kérem, jelezzék. Még egyszer köszönöm a megtisztelő kitüntetés. Isten áldjon. A városi vezetőink maradnak, mert hogy következik a következő díjunk. Következő díjazottunkat a vallási emlékek, alkotások, szobrok felújítása, megóvása, a város kulturális zenei életében való aktív részvétele, az egyházi közösségekkel, civil szervezetekkel történő folyamatos építő tevékenysége és emberi tulajdonságai teszik méltóvá a Pro Urbe Török Szent Miklós díjra.
Szeretném megkérni Szekeres József kántort, hogy ő jöjjön most ide hozzánk. Szekeres József második gyermekként látta meg a napvilágot, iskolai tanulmányait a Hunyadi úti általános iskolában végezte, majd Szolnokon a vegyipari szakközépiskolában folytatta, ahol elektronikai műszerész lett. Szülei közben nagyon fontosnak tartották fiúk vallásos szellemben történő nevelését. A rendszeres egyházi alkalmakon való részvételek érdeklődését az egyházi zene tanulmányozása felé fordították. Olyannyira, hogy az orgona hangszert választotta, és ezen kezdett el tanulni. Budapesten elvégezte a Hamar Artúr központi kántorképzőt, és 2000 óta a Szent Háromság római katolikus főtemplom kántora. Kántorsága alatt is folyamatosan fejlődött, 2007-ben pedig egy kórust is alapít Szalve Regina néven, bár saját elmondása szerint azért már előtte is voltak fellépéseik. Művészi színvonalú orgonajátéka, valamint kórusa szolgálata azóta a liturgia fontos elemei. Az egyházi szertartásokon, szentmiséken végzett zenei szolgálatok mellett a Szalve Regina kórus karácsonyi hangversenyei égkövek a város adventi ünnepkörében. A Szent Háromság Római Katolikus Főtemplom impozáns környezetbe szervezett orgona hangversenyekre, kórus fellépésekre pedig igény és szükség is van. A helyi fellépéseken túl a Szalve Regina kórus több kórus találkozón is sikeresen mérettette meg magát, és ezek a szakmai elismerések Török Szent Miklós hírnevét is öregbítik. A javaslattevő egyesületek és magánszemélyek kiemelik a zenei életben nyújtott elhivatott és magas színvonalú szolgálata mellett Szekeres József sokoldalúságát, önzetlenségét, segítőkészségét, melyel civil szervezetek számára ajánl fel. Precíz, megbízható munkájára mindig lehet számítani. Ezek közül kiemelkedik a város mindkét katolikus és református templomában a templomi orgonák teljes felújítása, a toronyóra rendszeres karbantartása, a városháza szecessziós aulájának rekonstruálása, a tervezésen át a kivitelezésig, és az Ipoly Arnold téren lévő Mária szobor felújítása, oszlopának rekonstruálása. Szekeres József 1999 óta a Katolikus Híradó helyi újság szerkesztője. Jó kapcsolatot ápol a városban működő civil szervezetekkel. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi csoportja alapító tagja, később titkára. A Lábasi János Ipar és Gyártörténeti Alapítvány névadója tiszteletére évről évre rendezett orgona hangverseny szervezője és fellépője, így is megemlékezve a katolikus templomi orgona adományozójára. A Pro Urbe Török Szent Miklós díjra való felterjesztését a katolikus népkör kezdeményezte, melyhez aláírásával csatlakozott 204 fő magánszemély. A civil szervezetek közül ajánlásával támogatta a KÉSZ Török Szent Miklósi csoportja, a Török Szent Miklósi Városvédő és Szépítő Egyesület, a Lábasi János Ipar és Gyártörténeti Alapítvány, a Szent Erzsébet Katolikus Karitász helyi csoportja. Gratulálunk Szekeres Józsefnek a Pro Urbe Török Szent Miklós díjhoz, és szeretném megkérni akkor ugyanúgy a díjak átadására a városvezetőjét. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelést, hogy aláírásával, ajánlásával meg kiérdemeltem ezt a díjat, és köszönöm azoknak a közösségeknek, főleg itt az énekkar, az egyházközség tagjai, akikkel együtt tudunk dolgozni, és így szebbé tudjuk tenni a környezetünket itt Törökszent Miklóson. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
A folytatásban a város legfiatalabb kitüntetése következik, melyet 2012-ben alapított az önkormányzat. Ennek a díjnak köszönhetően mesterségek, szakmák vagy szervezetek előtt is tisztelegni tudunk. Idén először pedig egy olyan személy veheti át az emlékérmet, aki Törökszent Miklós város kulturális és művészeti életének szerves része. Szeretném megkérni Milei Bolya keramikust, hogy jöjjön ide közénk, és álljon oda a polgármester úr mellé. Köszönöm. Milei Bolya földművelő család második gyermekeként született, születési évszámát nem tesszük közkincsé. Általános iskolai tanulmányait a Hunyadi úti általános iskolában végezte, majd innen a Tiszaföldvári óvónőképző szakközépiskolában nyert felvételt. Egy kirándulás alkalmán találkozott először a fazekassággal, és elhatározta, hogy ezen az úton szeretne elindulni életpályája során. Az érettségét követően Karcagra ment tanulni a keramikus mesterséget. Karcagon, Jászladányban, majd Budapesten képezte tovább magát. Hajdú Anna, Esz Nagy István, Panyik János voltak mesterei. Szakmai rutinját iparművészekkel együtt dolgozva kamatoztatta. Saját műhelyt Budaörsön nyitott. Ekkor már zsűriztette is munkáit, és évente egy-két hónapot Németországban töltött szakmai tapasztalatszerzés céljából. Első kiállításai is ezekhez az évekhez köthetők. Majd Pomázra költözött, ahol alapítója lett a pomázi alkotóműhelynek. Ekkor már kerámia szakoktatóként is dolgozik. Törökszent Miklóson 1999-ben találkozhattunk munkáival, egy festőművész barátaival együtt rendezett kiállításon. Pár év múlva pedig végleg hazaköltözött szülővárosába. Jeszenyi Mihályné egykori rajztanára biztatására benevezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei amatőr alkotó képző és iparművészeti tárlatba, ahonnan több díjat is elhozott. Nyaranta nemzetközi alkotótáborokban vett részt, melyek helyszínei például Berlin, Zágráb, Lugos vagy Temerin voltak. Mindenhol maradt egy-egy munkája, amelyel nem csak saját, hanem városunk hírnevét is öregbítette. 2009-ben Danka Attila grafikus művésszel Rögregék címmel nyílt kiállítása a mozi épületében. A környező településeken is megismerhették alkotásait az érdeklődők, és kiállítása rendszeresen látható Mohorán a Tolnai Klári emlékházban, melynek művészeti díjai készítője is. Törökszent Miklós több intézményében, épületében is megtalálhatóak munkái, tanít a helyi iskolák művészeti programjai keretein belül, szakmai munkája elismeréseként 2014-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei művészeti díjjal jutalmazták. Legutóbbi kiállítása Törökszent Miklóson 2019 adventjében, hát szinte pont egy évvel ezelőtt volt látható, Színfoltok egy műhelyből címmel. Alkotásai, melyek gondolatvilágának tárgyasult megjelenítései túlmutatnak a fazekasság alapjain. Ugyanakkor fontos számára a hagyományos fazekasság átörökítése. A modern kor követelményeit is figyelembe veszi, munkáiban az új technikák is jelen vannak. A kitüntető díjra az életpályája, szakmai munkája alapján a Törökszent Miklósi Városvédő és Szépítő Egyesület javasolta. Gratulálunk Milei Bolyának! Szeretném megkérni akkor a díj átadására. Kedves jelenlévők, ez a legnehezebb pillanat itt megszólalni most, amikor ilyen megtiszteltetés éri az embert. Először is köszönöm szépen, hogy úgy gondolták, és a kedves ismerősök, barátok, jelenlévők, támogatók, pártolók úgy gondolták, hogy ilyen
alkalmas vagyok erre a díjra, és köszönöm szépen azt az óriási felelősséget is, amit most már fölvállalhatok, és tehetek a továbbiakban a városomért és a közösségért, amiben élek. Ezt a díjat szeretném jelképesen felajánlani az én nagyon kedves tanítónénimnek, Évinger Magdolna tanítónénimnek, akit már 2 éve sajnos nem tudok elérni, és tudtommal a pszichiátriai intézetben ápolják az emberséget, amit tőle kaptam. Azt nagy tisztelettel köszönöm neki, és a jelenlévőknek is köszönöm szépen. És van még egy Török Szent Miklósért emlékérem díjunk, amit szeretnénk átadni is. A város gazdasági életének fejlesztése területén végzett kiváló szakmai munkája elismeréseként Csombord István nyugalmazott barnevel igazgatót szeretném megkérni most, hogy fáradjon ide közénk. Csombord István Karcagon született földművelő család gyermekeként. A mezőgazdasági pályát választotta hivatásaként. A mezőgazdasági technikum főiskola, majd az egyetem elvégzése után termelőszövetkezetben dolgozott, az Állami Biztosító Igazgatóságán a Termelőszövetkezet Szövetségnél 1967-ben házasságot kötött. 76-ban költözött családjával Török Szent Miklósra. Feleségével együtt a Baromfi Feldolgozó Vállalatnál dolgoztak nyugdíjazásukig. Mezőgazdasági osztályvezetőként 1994-ig irányította a gyár alapanyag termelését. Ellátta a vállalati tanács elnöki tisztét. Munkáját miniszteri elismeréssel jutalmazták. A Konavi Szerté gyárigazgatójaként munkatársaival újraindította a város megközelítőleg 1000 főt foglalkoztató gyárát. 1999-ben a gyárat bezárták, és őt egészségének megromlása miatt nyugdíjazták. Gyárigazgatóként aktívan részt vett a város kulturális és sport életében. Egyik fő támogatója volt a Rádió Török Szent Miklósnak, közreműködött a beindításban, a városban elsőként pedig a gyárban építették be az egyik ATM berendezést, a városi mentőállomás részére elsőként a Conavis vásárolt életmentő készüléket. Nevéhez fűződik a szakosztályok labdarúgó, birkózó, kerékpáros szakosztályok jelentős anyagi támogatása, a szakképzés támogatása, a Székács-Elemér szakközépiskola gyakorlati képzései támogatása, a Lábasi János szakközépiskola tanműhely létesítése. Nyugdíjazását követően, amikor egészsége megengedte, folytatta a munkát. Tevékenyen részt vett az első magyar szövetkezeti baromfi feldolgozó létesítésében, mely ugyan eredménytelen volt. Szakmai felügyeletével létesült a Lasa Kft. Megyénkben egyedüli, ma is működő szabadtartásos baromfi telepe. Aktív részese volt a Székács tanbolt beüzemelésének. Felügyelhette a Lasa Biobolt működését, városi iskolai rendezvényeken az egészséges életmód programok szakmai tartalmát. A megye több középiskolájában érettségi bizottsági elnökként vett részt. Városi rendezvények aktív résztvevője, főzőversenyek zsűrijének tagja, elnöke. És kezdeményezésére és vezetésével készült el munkatársaival a Barnevál történetét megörökítő Volt egyszer egy Barnevál című könyv, és innen indult el az útja a Töröki Szárnyas Fesztiválnak, melynek nem csak ötletgazdája, hanem azóta is főszervezője Csombord István. Kitüntetésének ajánlását a szakmai munkájáért, a pályához való hűségéért, a város gazdasági életének fellendítéséért az Ipoly Arnold Művelődési Központ könyvtár és Butyka Béla helytörténeti gyűjtemény javasolta. Gratulálunk Csombordi úrnak! És szeretném megkérni a díjak átadását.
nem állom fel. Amikor a múlt héten megkaptam azt a levelet, amelyikben tudomásomra hozták, hogy ma itt jelenjek meg és vegyem át ezt a kitüntetést, le kellett ülnöm, mert annyira érzékenyen érintett, és nem számítottam erre a kitüntetésre, és akik ezt előkészítették, annyira titokban tartották, hogy halvány gőzöm se volt erről, erre sor fog kerülni. Én is előttem szólókhoz hasonlóan megköszönöm mindenkinek, aki ajánlott erre a kitüntetésre, és úgy gondolta, hogy a munkám alapján erre rászolgálok. 1968-tól 76-ig az Állami Biztosító Igazgatóságán dolgoztam, és szinte hetente megfordultam az Almási úton a törökszentmiklósi biztosító fiókjánál, és többszöri törökszentmiklósi látogatásom után elmondtam a feleségemnek, hogy hát én ebbe a városba soha nem jönnék, soha. Valami miatt, nem tudom ma sem megmondani, hogy miért, nem volt szimpatikus az a város nekem. És a sors mégis úgy hozta, hogy 1976-ban a családommal együtt itt találtuk meg a további életvitelhez szükséges feltételeket. Ahogy elhangzott, hogy én hosszú évekig a Barneválnál úgymond külszolgálatos munkát végeztem, tehát a város életében nem nagyon tudtam bekapcsolódni, de 94-től, amikor a gyár vezetését rám bízták, akkor úgy gondolom, hogy valóban tudtam segíteni a város életén. Azóta pedig, amennyire egészségem engedi, úgy gondolom, hogy részt vettem, bekapcsolódtam a város életébe. Igaz, hogy egy kicsit az egészségem megromlott, de ahogy polgármester úrnak mondtam, nem adom fel, tovább folytatom a város életét, ameddig tudom, örülömön a szorgál, hogy tudok segíteni a város előrelépésében. Köszönöm szépen még egyszer. Szeretnénk még egyszer gratulálni díjazottainknak. Egy nagyon-nagyon különleges díjátadó volt ez. Egy kézfogás, egy puszi nélkül, maszkban, kézfertőtlenítő illattal, de ez semmit nem von le azokból a díjakból, melyet most átadhatott Törökszentmiklós városa. Köszönjük szépen önöknek, hogy itt vannak Törökszentmiklóson, és még mindig tevékenykednek, teszi mindenki a dolgát ahhoz, amihez ért, amit szeretne, azért, hogy ez a város valóban olyan élhető legyen, ami bennünket egyben tart és mozgat, és legyen azt mondani, legyen okunk büszkén azt mondani, hogy igen, mi Törökszentmiklósiak vagyunk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak.
polgármester úréknak még lesz majd egy kis házigazda feladata. Mielőtt azonban bármit is történne, szerintem legvégül meghallgatjuk a szózatot.